Világítanak a LED lámpák, de alig látni valamit Zalaegerszegen. Ez az egyik város, ahol a Tiborcz Istvánhoz köthető Elios újította fel a közvilágítást. Az Európai Csalás Elleni Hivatal friss jelentésében 43 millió euró, azaz több mint 12 milliárd forint visszafizettetését javasolta az Európai Bizottságnak az Elios szabálytalanságai miatt. Nem csak az ellenzék vagy a kormány vitájáról beszélünk, hanem egyszerűen a magyar embereket komoly kár érheti. Amiatt, hogy a kormány nem képes, vagy nem akar tisztességesen elszámolni ezekkel a pénzekkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ellenzék most van túl egy elvesztett választáson, és ebben a helyzetben csak vagdalkoznak. A tavalyi jelentésben a 4-es metrót emelték ki, az idejében meg az Elios. A Transparency International program vezetője szerint az Olaf ajánlása messze van attól az összegtől, amit valóban visszakérhet az Európai Bizottság. Nagy Gabriella azt mondta, ha vissza kell fizetni a pénzt, akkor azt a kormány valószínűleg a költségvetésből rendezi, nem pedig a kedvezményezettek fizetnek. És a stúdióban Szanyi Tibor, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Boldog jó reggelt kívánok. Ön szerint mekkora a realitása ennek, hogy vissza kell fizetnünk ezt az összeget? Van mindenféleképpen tekintettel arra, hogy ez mindig is volt. Ennek a mértéke az igazi kérdés, és nem csak Magyarország, minden ország esetében van, óhatatlan előfordulnak kisebb-nagyobb szabálytalanságok. Hát ahol nagyobb szabálytalanságok vannak, ott jobban fog a ceruza, az jobban fáj. Egyébként a rend is az, hogy a végszámláknak 10%-át eleve visszatartják az esetleges ilyen típusú rendezésre. Hát most ezt a 10% visszatartást már büntetésnek megélni azért az szerintem korai. Lehet ebből egyébként alkudni. De az a tény, ami viszont az Olaf jelentésből kitűnik, és a többi ország vonatkozásában Magyarországot bemutatják, hát a legtöbb szabálytalanság, és akkor ez még egy nagyon szép, enyhe, úriemberi fogalom, úgy is mondhatnánk, hogy a legtöbb disznóság itt történik. Jó, de ön tudná például számszerűsíteni, hogy a végén majd mennyit fogunk veszíteni, vagy Magyarország mennyit veszít? Nehezen jósolok, de nem lennék meglepve, hogyha ez a bizonyos 10% még akár ez ki nem fizetés lenne, és még e fölött lenne visszafizetés. Nem lennék meglepve. Igen, ugye korábban ez már a következő támogatási ciklusra vonatkozik, ugye, amit mond, ez a 10%-os megvonás, de hát ez pár hónappal ezelőtt még az ellenzék is kb. A 30%-ról beszélt. Ezek szerint akkor ez egy folyamatosan javuló tendencia lesz, lehet, hogy a végén nulla lesz, magyarán szólva, hogy ugyanannyit fogunk kapni. Hát a következő ciklusra szóló pénzügyi tervek szerint Magyarországnak a támogatási léptékét azt egy olyan 25%-kal tervezné csökkenteni az Európai Bizottság, tehát a formális írásos javaslat az 25%, de ez nem a szabálytalanságokkal van összefüggésben. Más országok esetében is van, főleg kelet-európai országokkal kapcsolatban vannak ilyen eléggé riasztó számok, elsősorban Magyarország és Lengyelország, de ez azzal van összefüggésben, és akkor most megint igyekszem udvarias lenni, hogy a kormány szerintem addig kozmetikázta a számokat, a saját maga dicsőségét alátámasztandó, hogy azt mondta az Európai Bizottság, hogy ja, hogyha ti ilyen jól látok, akkor nem kell nektek annyi támogatás. Még egy gondolat ide kapcsolódóan. Nagyon sokan meghökkenve olvasták Niedermüller Péternek azon nyilatkozatát, hogy szerinte az lenne jó, hogyha az Európai Bizottság a magyar kormány kizárásával tárgyalná a következő ciklus pénzügyi elosztását. Egyetért ezzel? Érdekes javaslat, nem nagyon látom ennek a jogi alapját. Tehát. De nem csak olyan, mintha az ellenzék egy bizonyos része örülne annak, hogyha Magyarország kevesebb uniós forrásból tudna a jövőben működni. Ez nem öröm kérdése, ez így is kevesebb lesz, tehát hogyha felé teszik, akkor is. De hogyha még ez ellen, vagy ezért valaki még ki is áll, meg üti az asztalt. Na nézd, én azt gondolom, hogy itt nyugodtan lehet mindenkinek kettős szíve. Kettős szíve, hogy? Hát úgy, hogy egyfelől örül ennek a dolognak, hogy Magyarország kapja ezeket a forrásokat. Önök is ott kint a parlamentben Magyarországot képviselik. A magyar választókat. És Magyarországot a magyar kormány képviseli az európai intézmények egy részében. No, egy szó mint száz, a két szívűség az abból fakad, hogy hát itt az előző bejátszásban is láthattuk, hogy nem feltétlenül polgárok örömére
hasznosulnak ezek a pénzek, hanem hogy ezt elteszik, magyar a nép ebből nem lát semmit, akkor lehet olyan gondolat, hogy ha minél kevesebbet fizetnek az európai polgárok a fideszes kényúrak zsebébe, akkor az jó tud lenni. Én azért ennél mérsékeltebb álláspontot képviselek. Ha már ezt a kifejezést használja, hogy mérsékelt álláspont, akkor öntsön tiszta vizet a pohárba, legyen olyan kedves nekünk azzal kapcsolatosan, amit az elmúlt hetekben szintén gyakorta olvasunk. Mégiscsak azért ön van kint a parlamentben. Ön hallja a kinti képviselőknek a gondolatait, javaslatait, hogy valós veszély ez tényleg, hogy a Fideszt mondjuk a néppárt kizárná a soraiból? Én rövid távon ezt nem látom valószínűnek, több oknál fogva. Az egyik az az, hogy, és ugye minden politikai aktust az érdekek vezérelnek, szerintem a néppártnak jelen pillanatban nem érdeke. Sem a Fidesz, sem más hasonlóan szélsőjobbra sodródott pártoknak a kizárása. Egyrészt azért, mert akkor tudják mondani, hogy na lám, hát ilyen széles a skála itt a néppárton belül, hogy az ilyen szélekre is kocsingatóktól ez a mérsékelt jobb középig itt minden van. A másik pedig az, hogy is ez egy nagyobb kihívás, hogy nem egy, hanem kettő konzervatív frakció van az európai parlamentben. Az egyik, mint említettem, ez a néppárti jobb közép formáció, a másik pedig egy euroszkeptikus, helyenként Európa ellenes, úgynevezett konzervatívok és reformereknek a frakciója. Na most, hogyha a néppártból egy jelentősebb létszámú delegáció, például a Fidesz kilép és mondjuk átlép ebbe a másikba, akkor a néppártnak ez a jelenlegi ereje, felsősége, primátusa, ez tulajdonképpen oldódhat, vagy adott esetben akár meg is szűnhet. Tehát a Fidesznek van hova menni, és nem biztos, hogy a néppárti érdekek azt sugallják, hogy a Fidesz az még inkább szélre sodródjon. Ha már ennyit beszélünk a pártokról, akkor most beszéljünk egy kicsit az önpártjáról is, jó, az MSZP-ről, hiszen ahogy a felvezetésben is említettük, Emiliával ugye tisztújításra készülnek, és hát ez most már itt van a kertek alatt, hogy pestélyesen lehetne ezt fogalmazni. Az ön személye, hiszen az ön neve is szerepel ugye a lehetséges elnök jelöltek között, mennyire esélyes, vagy mennyire látja saját személyét erre esélyesnek, hogy ön lesz az MSZP vezetője? Én nem személyi alternatívát kínáltam, hanem egy nagyon komoly program alternatívát kívántam. De nem akar elnök lenni? Amennyiben a tagságnak a többsége azt mondja, hogy azt az utat kell járni, amit én javaslok, akkor természetesen igen, de én úgy látom, hogy jelen pillanatban azért még az MSZP-nek a tagsága messze nincs fölkészülve lelkileg arra, hogy ezeket a radikális lépéseket megtegye, egy radikális átalakulásban gondolkodom, sőt ebbe beletartozik a Magyar Szocialista Pártnak a szanálása is. Ezt többen, meg én magam is használom milyen, ezt a milyen szót. Milyen MSZP-t csinálna a jelenleg? Nem MSZP-t csinálnék. Én egy tiszta lappal induló baloldali pártot csinálnék. Más ami, névvel? Igen, ez csak egy munkanév, én azt mondom, hogy legyünk egyszerűen csak szocialisták. Ez azért sokat mondó név tud lenni. Tehát ez lenne a párt neve, hogy a szocialista? Igen, és ez egy, hogy egy tiszta lappal induló mozgalom, egy tiszta lappal, vagy relatív tiszta lappal induló mozgalom esetében fölkínálnánk azt a lehetőséget is, hogy mindazok a szavazók, akik egyébként bolyonganak valahol ebben az erdőben, azért találjanak egy orientációs pontot. És azért mondom, hogy bolyonganak az erdőben, mert a különböző kimutatások szerint a magyar lakosság bő egyharmada vállaltan baloldali. És ennek a egyharmadnyi embernek nincs igazából politikai képviselete. Na jó, de miben lenne a szocialisták politikája más, mint az MSZP-je? Ha tegnap egy fórumon úgy fogalmaztam, hogyha egy politikai elemző egynek, aki még addig nem is látta Magyarországot, csak odaadják azt a listát, hogy tulajdonképpen a Magyar Szocialista Párt az elmúlt 15-20 évben mitként tevékenykedett, akkor nagy valószínűséggel eszébe nem jut azt mondani, hogy ez egy baloldali párt lett volna, ezt sokkal inkább egy neoliberális polgári közép pártnak írná le. Én azt gondolom, hogy a baloldalhoz való visszatérés, aminek lényeg egyébként a társadalmi szolidaritás, a széleskörű társadalmi szolidaritás, és ebből, hogyha ez az alapigény, akkor ebből már nagyon sok politikai következmény adódik, az jelentős vonzerőt tud nyújtani nagyon-nagyon sok embernek Magyarországon, elsősorban azoknak, akik így mondom, melósnak, aki most egyébkéntnek számomra melós az, aki diák és tanul, az is melós, aki dolgozott és már nyugdíjas, de hát a dolgozói rétegeknek a képviselete az úgy érzi, hogy ebek 30-adjával Magyarországon.
Ha viszont mégsem ön lesz tényleg az MSZP elnöke, akkor milyen pozícióval lenne elégedett, illetve ön személy szerint kit támogatna? Hát ez most nem pozicionális kérdéskör. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi választékban én két olyan embert is látok, akik valóban a bal oldal igényei szerint gondolkodnának. Kik ők? Ez Bródy Gábor és Mesterházi Attila. Ha most ezt program alapján nézem. Tehát ön inkább rájuk voksolna? Nem, én inkább magamra voksolnék. Itt a kérdések kérdés. De én azt kérdeztem, hogyha ön mégsem lenne elnök, akkor kit lehetne szívesen? Hát a kettőjük közül valamelyikre, igen, körülbelül így néz ki a dolog. Ők ketten ilyen egyenértékűek? Nem, mindegyiknek különböző értékeik vannak, tehát, de hát hál' Istennek 10 nap múlva kell szavazni, tehát addig még sok minden formálódhat. Én most arra koncentrálok egyébként, hogy azt mérjem be, hogy vajon az én általam fölvetett megoldásnak körülbelül mekkora lehet a támogatottsága. Mint mondtam, óvatosan ezzel a dologgal, nem átütő a gyökeres átalakulás igénye jelenleg az MSZP-ben. Mit szól ehhez ön szerint a Fidesz? Mármint, hogy tisztóítás lesz az MSZP-ben. Szerintem nem foglalkozik vele. Gondolja? Én azt gondolom, igen. Miért nem lehetséges, hogy nagyon is gondolkozik? Nem csak. Szerintem ön is olvasta Juhász Péternek. Juhász Péter tudja, az a politikus, akinek volt egy pártja, vagy ugye benne volt egy pártban, ami már tulajdonképpen nincs, mert hogy felszámolták magukat, az együttről van szó, és azt mondta, hogy most már számára egyértelmű, hogy az MSZP-t a Fidesz pénzeli. Hát gondolom, hogy ha ez így van, akkor a Fidesz most figyeli azt, hogy az MSZP-ben mi zajlik. Gondolom, ezt majd Juhász Péter kell, hogy elmagyarázza, hogy érti, hogy látja, mint látja ezt a kérdéskört. Én azért nem ezt látom, én azt látom, hogy a Fidesz mérhetetlenül el van telve a maga kétharmadával. Bizonyos értelemben joggal sajnos, mert azért, hogy azt nézzük, hogy a vidék Magyarországa hogyan szavazott, akkor azért az nagyon erősen Fidesz dominanciájú szavazási tömböt jelent. Tehát ő szerintem most nem foglalkozik az ellenzéki pártokkal, viszont az ellenzéki pártok közül az MSZP-nek sokkal jobban kellene foglalkozni az emberekkel, ezen belül is elsősorban a magyar vidékkel. Erre vannak elképzelések, tehát nem nulláról indulunk. Jó, ezeket a mondatokat már milliószor hallottuk, itt van a cselekvés ideje, lesz tisztújítás, utána várjuk vissza a stúdióba. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét. Köszönöm szépen.